Sziasztok, Attila Csipi vagyok. Ez itt a saját Facebook oldalam, Attila Csipi oldalam, és nem a Közvetlen Demokrácia Szövetség és Mozgalom Facebook oldalát látjátok meg, halljátok, ez a saját oldalam, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok nektek természetesen. Továbbra is kövessetek minket, továbbra is nézzétek élőadásainkat, repszámjainkat, Mária Deákot is bőzlöm sok szeretettel, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, aki most kapcsolódik be az adásban, Attila Csipi vagyok, a Közvetlen Demokrácia Szövetség és Mozgalom egyik aktivistája, szervezője, nagyon szép napot kívánok nektek, ha kirándultok, ha pihentek, kellemes pihenést kívánok nektek, továbbra is kövessetek minket, nézzétek meg oldalainkat, kövessétek a repszámokat is, természetesen az előadásokat is, mind a repzenekart, mind a színjátszó csoportot, és továbbra is legyetek tagjaink, legyetek tagok a Közvetlen Demokrácia Szövetség és Mozgalomba, és ne felejtsétek el, hogy a ligetvédő Mária írja, kellemes ünnepeket kívánok neked is, Mária, és mindenkinek, aki néz minket, kellemes húsvéti ünnepeket, pihenjetek, púrázzatok, egyetek, igyatok, természetesen módjával sportoljátok le a kilókat, a sonkát, a tojást. És ne felejtsétek el, hogy nagyon fontos, hogy beszélgessünk, hogy ma mit kéne tenni Magyarországon, ma hogyan kéne összefogni, ma ellent kell állni a gyűlöletnek, mert ugye ez a mostani kormány gyűlöletet szít, és azt akarja, hogy mi, akik összefogásban hisznek, akik a demokráciában hisznek, a becsületességbe, a tisztességbe, mi elhallgassunk, és ez a réteg nem merjen szólni, és ez a réteg megfélemüljön. Tehát ezt nem szabad hagyni. Úgyhogy arra invitálok benneteket, hogy fogjatok össze természetesen, legyünk egység, fogjunk össze a rabló hazug Orbán kormány ellen, akik rengeteg embert megkárosítottak, rengeteg embert, ugye, rengeteg embernek okoztak nyomort, rengeteg embernek nyomort okoztak és problémát okoztak, és most rengeteg ember szenved miattuk és kilódik miattuk. Ugye jön az EP választás, ezt is tudjuk, hogy az EP választás miatt manipulálják az embereket, próbálják lekenyerezni az embereket, próbálják megvenni az embereket. Ugye több helyen hallottátok már, hogy csomagokat osztottak a fideszes képviselők a hívőknek, természetesen meg akik rájuk szavaz, valahol óvodába mentek, és a polgármester az 5. kerületben almát osztogatott a gyerekeknek. Szégyengyalázat, ugye ebben próbálják manipulálni az embereket, hogy kihasználják az emberek szegénységét, kihasználják azt, hogy szegények az emberek, hogy nagyon kevés pénzből élnek, és ugye van olyan, aki minimál bérből él, és sajnos az emberek örülnek a kis krumplinak, örülnek a kis tejnek, örülnek a kis adománynak, és azt hiszik, hogy ezt jó indulatból adják, és azt hiszik, hogy ezek a Fidesz politikusok azért adják, mert segíteni akarnak, nem akarnak segíteni, szavazatokat akarnak venni, manipulálni akarják az embereket, undorító, busztustalan, hogy a szegényeket használják ki, azokat a réteget használják ki, akik szegények, és el vannak szegényedve, és egyre rosszabb helyzetbe kerülnek. Arra akarlak biztatni benneteket, hogy ti ne dőljetek be ennek. Legyen összefogás, összetartás, lépjünk fel együtt közösen a zsarnokság ellen, a hazugság ellen, a korrupció ellen, az embertelenség ellen, amit a mostani Orbán kormány okozott nekünk és egész Magyarországnak. Kellemes húsvét ünnepeket kívánok. Sziasztok, szép!